hogy mi is volt ez, évek múlva fogjuk meglátni. Lehet, hogy valami elkezdődik, nyilván azt mindenki megértette, hogy minek lenne jó elkezdődni itt Somjón. Lehet, hogy ez nekünk is segítene odahoza Moldvába, hogy akkor mondjuk nem tűnne el a misekönyv, és tudnának a magyar misé magyarul is olvasni, vagy magyar evangéliumot, ez megtörtént. Nagyon feszült a kapcsolat a Moldva és Erdély egyházak között, a katolikus egyházak között. Mondom én ezt 30 év után, de hát én laikus vagyok, viszont ezt éreztem, mert tényleg nagyon sokat próbáltam tenni-venni, hogy tudjuk használni a nyelvünket, a magyar nyelvet a vallásos szolgáltatásokban. Lehet, hogy ez most egy nyitás lesz. Szóval én mindenben remény. Lehet, hogy nyitás lesz. Az is lehet, hogy nagyon jó, hogy görög katolikusok végre 90 után szabadok, és tudják gyakorolni, vagy megint elismert vallás lesz, mert mi moldvai csángokat minket feláldoztak, hogy legyen román katolikus Romániába. Ez azért nem egy tisztességes dolog, és ezt nekem a Vatikánban, az arcomba vágták, hogy mit akar hölgyem, nekünk román katolikus kell. Hát mondtam, akkor én lennék az, és vonogatta a vállát a külügyes. Én most örvendek, hogy a görög katolikusok megint vannak, mert én tudom, hogy Románia szeretne, vagy a Vatikán szeretne Romániával kapcsolatot, mert egy ortodox állam, ahol élnek katolikusok is. Hát, ha valami elkezdődik, mert én az egészet butaságnak tartom, és sötétségnek. Ez még nem is pénzkérdés, hogy valaki imádkozzon a saját nyelvén, ha már csodák csodája, több száz éve ott vagyunk, és még beszélünk magyarul. Önnek 30 éves munkájába, illetve talpalásába, a közösségének pedig 135 évnyi várakozásba telt az, hogy végül magyarul misézzenek Bákóba. A januári ünnepelt alkalomnak lesz-e folytatása, van-e folytatás? Hogy ne lenne? Lehet, hogy remélték, hogy nem lesz senki a misén, de vagyunk, összefogtunk, és a falvából bejárnak, és én annak örvendek, hogy az embereket érdekli. Egyik alkalommal Varga András atya, aki prédikált, elmondta, de úgy meg volt hatódva, hogy Tinka, de mindenki annyira figyel rám, hogy szinte nehezemre esik beszélgetni, de azért örvendettes. Hát mondom, atya, mi nem viccből jövünk el, hogy fizetünk azért, hogy eljöjjünk egy magyar misére. Én sokszor elmondtam, én hiszek abban, hogy kifürkészhetetlenek Isten útjai. Nem tudjuk, mi miért van, de mi nagyon örvendünk. Most is éppen összefutottam Böjte Csaba atyával, és mondtam, hogy Csaba, azt hittem itt, és a pápa elvesztette a leckekönyvet, nem hozta magával, mert románul olvastak, azja mégse. De mondom, nálunk úgy néz ki, eltűnt a misekeim Bákóba, és mondtam, hogy valamit azért kellene kezdeni, és én nagyon szívesen csinálnék egy jó programot, mert senki nem foglalkozik velünk, hogy a miserendet magyarul, az imákat magyarul, az énekeket, csak oda és elvárják, hogy tudjatok. Hát én ezt évekkel ezelőtt a jászvásári püspök egyszer olyan csinált, hogy többen felmentünk fiatal gyerekekkel, kamasz, emberkékkel, és mind a szekuritáton, hogy egy lapot, vegyetek ki egy lapot, és írjátok le a hiszek egyet. Szegény, akik voltak a férfiak velem, azok összehúzták magukat, hát lehet egyedül lettem volna, aki le tudom írni a hiszek egyet, de nem biztos, hogy nem, mert az nem az erősségem az írás. Aztán mondtam, hogy atya, ott akar aratni, ahol nem vetett. Azért vagyunk itt, hogy tanítsanak meg. Ha valaki tanított meg, hogy kérjék, ez most is Bákóban így van, és azt mondta Böjte Csaba, hogy Tinka, jó, ez a Csíksomolyó lelki gyakorlatnak neveznénk, és összeszednénk faluból asszonyokat, fiatalokat, hogy tanuljunk imádkozni, tanuljuk meg a miserendet, tanuljunk énekeket. Épp összeállítottam egy éves miserendet, és bizony, hát ilyen alkalmanként húsvéti mise kellene. Kiderült, hogy Mária éneket egy csomót tudunk, még karácsonyi egy csomó, s a többi semmi. Nyilván jártak a búcsúra, ezek megmaradtak. Karácsonykor jártak kántálni, a szokás megtartotta, úgyhogy van ott tennivaló elég. Én remélem, hogy jóra fordul a dolog. Olyan jól megszoktuk, és úgy szeretünk kis csoportokba imádkozni, csak nem minden faluban merik csinálni most se. Pusztinában már merjük, de más falvakban még mindig, amit egyszer lehet, mindent lefékeznek, a papok ellenállnak, és ellenszélbe dolgozni nehéz. Tesszük, de én úgy sajnálom, én már a papjainkat sajnálom, hogy miért van annyi, nem is tudom. Nem kicsieszük, hogy mitől félnek, hogy nyilván vannak előnyök, származnak ebből, de hát azért a legnagyobb előnyt elfelejtik, hogy az ők is Istennek dolgoznak, nem a földi javakért, de hát a föld, szóval nagy katedrális templomaink vannak, és a másik, hogy nyer a harmadik. A falvaink kiürültek, kihalnak szép lassan, mert mindenki nyugaton dolgozik. Úgy elmentek a fiatalok, hogy
És én nem látom a román kormánynak olyan visszacsalogató programjai legyenek, hogy hazajöjjenek az emberkék, hogy újraépítsék ezt az országot, vagy hogy is mondjam, én Svájcba jöttem haza, és én ott is elkeltem volna. A rendőr azt mondja, akitől kértem visszajárulékos pénzt, azt mondja, maga mit akar? Mondom, haza akar, a költözés, ki akarom venni, amit dolgoztam, a nyugdíjalapot. Azt mondja, 3 hónapot dolgozott, kell egy év, és de hát megnézte, nem volt senki ott a fogadót szobácskába, azt mondja, magának elment ez józan esze, hova akar, keletre hazamenni? Mondtam, igen, keletre haza akarok menni. Persze nem mondtam, hogy anyukám beteg, stb. Szívesen élünk keleten, és élünk itt, és mert én azon túl vagyok, hogy a csokoládé finom legyen, és sok húst enni, de nagyon szól, olyan nehézségek vannak, amik ilyen, szóval nem is emberi, hogy mondjam, nem normálisaknak, és elfogadtuk a nem normális.